Határvédelemmel kapcsolatos információink következnek az M1-en. Csoportosan zaklattak nőket arab férfiak szilveszter éjjel Milánó központjában. Matteo Salvini volt belügyminiszter is megszólalt az ügyben. Azt mondta, elfogadhatatlan, ami történt, és azt ígéri, hogy nem úszhatják meg büntetés nélkül a támadók. Úgy tűnik, hogy saját kárából sem tanult Nyugat-Európa az elmúlt 5 évben, hiszen ugyanez történt 2016 szilveszterén Kölnben, 2021 szilveszter éjszaka pedig Ravensburgban erőszakolt meg egy fiatal lányt egy bevándorló. Egymásba kapaszkodik két fiatal nő, miközben a főként közel-keleti férfiakból álló tömeg a kordonhoz szorítja őket. A felvételek szilveszterkor nem sokkal éjfél után készültek a milánói dóm előtti téren. Egyedül egy kék kabátot viselő fiú próbálta meg visszaszorítani a tömeget, miközben a lányok sírva kértek segítséget. Ennek ellenére még sokáig zaklatták, fogdosták őket. Mint az egyik áldozat később elmondta, volt, amikor 15 ember kezét érezte magán egyszerre. A két nő kijutott a tömeg szélére, a rendőrök védelmébe, akik gumibottal állították meg az üldözőiket. De nem a két turista volt a migránsok zaklatásának egyedüli áldozata. Szilveszterkor még több mint tucatnyi hasonló támadás történt. Egy másik felvételen egy piros kabátot viselő lány látható, amint őt is körbeveszi egy bevándorló csoport. Az afrikai és közel-keleti férfiak folyamatosan fogdosták és lögdösték az áldozatot, aki először azt hitte, ki akarják rabolni. Ám az zaklatók azután sem engedték elmenni, hogy odaadta a táskáját. Végül a tömegből a lassan reagáló rendőrök mentették ki, akik egyébként részben éppen azért voltak az utcákon, hogy a járványügyi korlátozások szerint megakadályozzák a nagyobb utcai csoportosulásokat. A Milánóban történtek kísértetiesen hasonlítanak a kölni fekete szilveszterre. 2015 utolsó napján a dóm előtt ünneplő tömegben támadtak nőkre arab és afrikai kinézetű férfiak. Az 1000 fős csoport tagjai szexuálisan bántalmazták őket, sokukat megverték és ki is rabolták. Összesen több mint 1000 nő tett feljelentést az ügyben. Az olasz politikai élet számos szereplője, közöttük Matteo Salvini volt belügyminiszter is azt ígérte, nem hagyják, hogy a migránsok büntetlenül megússzák a támadásokat. Számos olasz hírportál és weboldal pedig kimondottan azért közölte a felvételeket, hogy az olvasók bevonásával segítse a tettesek azonosítását. Az olasz belügyminisztérium adatai szerint 2020-hoz képest tavaly megduplázódott az Olaszországba érkező illegális bevándorlók száma. Sárközi Júliához kapcsolunk most Rómába a továbbiakért. Mennyien érkeztek így számszakilag 2021-ben illegálisan az országba, és hogyan tudja ezt az újabb bevándorlási hullámot kezelni a kormány? Jó napot kívánok! 2021-ben több mint 67 ezeren érkeztek az olaszországi partokra, elsősorban Lampedusa és Szicília partjain kötöttek ki, majdnem kétszer annyian, mint egy évvel korábban. Az érkezőket tesztelik, majd karanténhajókra kerülnek, utána pedig néhány hónapig szállást és ellátást is kapnak. A legnagyobb csoport 23% Tunéziából kelt át a tengeren, tehát gazdasági bevándorlóknak számítanak, és ki kellene őket toloncolni, de a pandémia miatt most már 2 éve a hazaszállítás a gazdasági illegális bevándorlóknak, valamint az olaszok által szorgalmazott európai szétosztás is nemhogy akadozik, de majdnem teljesen leállt. Akik a tengeren átkelnek, majdnem automatikusan az új olasz migrációs szabályok szerint egy átmeneti ideiglenes úgynevezett menedékkérelmi tartózkodási engedélyt kapnak, humanitárius tartózkodási engedélyt, amelynek az elbírálásáig Olaszországban tartózkodhatnak. Olaszországban maradtak és maradnak mindazok, akik most ezekben az órákban is érkeznek az olaszországi partokra, hiszen korábban Franciaország, Németország fele próbáltak tovább indulni, de most a belső határok a járvány miatt le vannak zárva, ezért egyre több bevándorlót látni, főleg az olasz nagyvárosok utcáin, akik alkalmi munkából élnek itt a parkokban, a szabadtér alatt töltik az éjszakán. Ugye az is probléma, hogy akiket kiutasítanak az illegálisan érkezők közül, ők is az országban maradnak, és hát adódik a kérdés, hogy miből élnek. És alá is támasztja a kérdést egy másik adat, amely szerint a börtönökben fogvatartottak 1/3 közülük kerül ki. Ha nem a tavalyi évet és nem az utóbbi 1-2 évet vesszük, hanem egy hosszabb távú
időszakot, például az utóbbi 10 évet, akkor a felmérések, a legoptimistább felmérések is azt mutatják, hogy mintegy 600 ezer azoknak az illegális bevándorlóknak a száma, akik Olaszországban vannak, tartózkodási engedélyük már régen lejárt, nyáron idény munkát tudnak végezni a földeken, például gyümölcsöt vagy zöldséget szednek, de télen bizony munkanélkül maradnak és a nagyvárosokban próbálnak megélni. Főleg a fiatalabbak a helyi maffia karmaiba kerülnek, itt nem az olaszországi, hanem például a nigériai, afrikai maffia olaszországi szálairól van szó. Az olaszországi börtönök túl zsúfoltak, több mint 60 ezer rab van az olaszországi büntetés végrehajtási intézetekben, és több mint 32% nemhogy külföldi, hanem bevándorló származású, főleg afrikai, muzulmán vallású. Nagyon sok muzulmán az olaszországi börtönökben radikalizálódik. Ennek a leggyakrabban említett példája a 23 éves korában Berlinben meghalt, illetve Milánóban meghalt Anis Amri, tunéziai terrorista, aki 18 évesen büntetett előélettel átkelt a tengeren, Lampedusán kötött ki, 2011-ben, utána kisebb bűncselekményekért, például táborlázadásért egy szicíliai börtönbe került, itt 4 évet töltött, itt radikalizálódott, és 2015-ben már Németországban találjuk, és 2016-ban ő követte el karácsonykor a berlini kamionos támadást. Németország és Milánó szoros kapcsolatban van egymással a legutóbbi eset kapcsán is, hiszen Milánóban szilveszter éjszakáján valószínűleg bevándorló fiatal emberek támadtak rá szexuálisan a 9 fiatal nőre, aki eddig feljelentést tett. Nem biztos, hogy Afrikából most érkezett bevándorlókról van szó, vagy máshonnan érkezett migránsokról. A rendőrség feltételezései szerint második, harmadik generációs bevándorló fiatal emberekről van szó, akiknek a családja Milánóban él, Milánó külvárosában, és hírhettek, ismertek a hatóságok számára, mivel hétvégenként éppen a milánói Dom téren szoktak bandákba verődni, zaklatni a járókelőket, kisebb bűncselekményeket követnek el. Őket igyekeznek most azonosítani az szilveszteri éjszakáján felvett amatőr felvételek alapján. Sárközi Júliának Rómából köszönjük szépen. Megyünk tovább Berlinben, Noll Katalinhoz. Vele folytatjuk. Jó reggelt kívánok. Ugyanis Németországban ugye már az első 9 hónapban tavaly jelentősen több volt az illegálisan érkezők száma, illetve a menedékkérők száma, és úgy tűnik, hogy ez a tendencia az idén is folytatódni fog. Mi lehet a jövő? Különösen annak fényében, hogy az új német kancellár is úgy tűnik, hogy nagy támogatója, kötelezett támogatója a bevándorlás politikának. Valóban Németország továbbra is a kedvelt célországok közé tartozik, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy tavaly valóban, ahogy említetted, az év első 9 hónapjában 30%-kal több menedékkérelmet adtak be, mint az azt megelőző év azonos időszakában, és valóban ez az Európai Uniós átlag duplájának számít, de a Német Szövetségi Belügyminisztérium közzétette, hogy csak Afganisztánban 20 000-en vannak, akik Németországba jönnének, ők főként azok, akik a tálib hatalom átvétel előtt a németek munkáját segítették, illetőleg az ő családtagjaik, de pontos számot nem lehet tudni, hiszen ők folyamatosan ostromolják a németországi hivatalokat, illetőleg folyamatosan regisztrálják a családtagjaikat. Augusztus közepétől az év végéig tavaly 5437-en érkeztek meg Németországba, de az afgánoknak más csoportjai is vannak, akik Németországba vágyakoznak, például emberjogi aktivisták, művészek, jogászok, orvosok. Közülük egyébként körülbelül 1500-an érkeztek meg Németországba, és nemrég módosítottak egyébként Afganisztán besorolásán, tehát akár csak az ideérkező szírek, eritreaiak vagy szomáliaiak, az ideérkező afgánok is kedvező elbírálásban részesülnek, hogyha megérkeznek Németországba. Ez azt jelenti, hogy a menedék kérelem beadását követően, illetőleg a menedékjogi kérelem elbírálását megelőzően már kedvező feltételekben részesülnek, például részt vehetnek integrációs tanfolyamokon, és valóban a német kormány, a szövetségi kormány bevándorláspárti, tehát bevándorló országgá szeretné tenni Németországot. Ez egyébként a koalíciós szerződésben is szerepel, leszögezik, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, hogy az ide érkezők könnyebben letelepedhessenek Németországban, és érdemes megjegyezni azt is, hogy a német szövetségi politikában, tehát az országos politikában is egyre többen vannak migrációs hátterű politikusok. Nemrég megszólalt például a Bundestag egyik török származású
származású képviselője Gökay Abdulut, aki pontosan azt szorgalmazta, arra szólította fel a külügyminisztert, hogy tovább enyhítsék a feltételeket az ideérkezők számára, hiszen ahogy fogalmazott, az ő lehetőségeik továbbra is szerinte legalábbis nem kielégítőek. Noll Katalinnak Berlinből köszönjük szépen. Határvédelemmel kapcsolatos információkkal pedig holnap ugyanebben az időben jelentkezünk.